lustaságról. Nulla. Amiről nem lehet cselekedni, arról lustázni kell. Mi az ez? Ez nem igaz. Induljunk ki a szavakból, miként kőműves a téglából. A kőműves kiindul a téglából. Ez szép. A tégla az, ami, aki be van építve. Dologra, miről rárulkodnak a szavak, tegyük egymás mellé őket. Lusta. Henye, rest, renyhe, tunya, csesznye, lomha. Tohonya, nehézkes, kényelmes. Komótos, lezser, ráérős, tempós, lassú. Lassulad, retardált, csöndes, piszmogó, buta. Kényelem szerető, naplopó, dologtalan, kaszakapa kerülő, léhűtő, lézengő ritter, semmit tevő, tétlen, ingyen élő, élősdi. Haszontalan. Mi haszna? Didbáb, haszna vehetetlen, semmire kellő, tétlen, trágár, csúnya, üres, hitvány, silány, vacak, rossz, csapnivaló, lepra, szarházi mócsink. Kézengúz, imposztor, pernahajder, szettebette disznófülű, kutyaházi, pokorra való, jómadár, díszpéldány, díszpígy, mákvirág, márjás huncut, hétalvó, mormota, ágyterhe. De sokra nem jutottunk, és már is az üres cinkosságnál vagyunk. Kérem szépen, a tehetséges ember az ábobó lusta, amit rögvest összekevernek a még hamisabb állítással, hogy aki lusta, az tehetséges. Ezért végződik a felvilágosult állatmese akként, hogy az örökkön szorgalmatos hangya halván, hogy a dolog kerülő csak hegedülgető tücsök Párizsba készül koncertezni. Arra kéri meg szomszédját, tenne meg az neki, tekintettel a régi ismerettségre, egy szívességet, nevezetesen keresné meg La Fontaine-t, és mondaná meg neki, hogy nyalja ki a seggét a hangyának. Azt kaptuk, amit vártunk, és akkor nyilván meg is érdemeltük. A lustaság az egy csúf valami. Ha nem az, akkor nem lustaság. Meg van oldva. Mégis nem ilyen könnyen van ez, mert meg lehet a lusta, ló, lebzsel, lazsel, tengleng, tenglődik, vegetál, tengeti azt, amit életének nevez, és heverészik, vagyis, hogy döglik, de nem, nem, és nem dologtalan, és nem henyél. Mert a lusta ugyan henye, s a henye henyél, de a lusta nem henyél. Hát mit csinál? Semmit. Vágjuk rá magabízon. Azért lusta. A lusta kevéssel is beéri. Noha nem igénytelen. A lusta örömben él. A lusta édes szájú, erről ne feledkezzünk meg. Nem a lusta a tétlen ember, hanem a szorgalmas. Ő az, aki elfárad, aki tompa lesz, merev és tárgy, és könyörög magának egy kis pihenőért. A lusta nem. Ő örökké, készenlétben áll, aktív, vele minden megtörténhet. Ő az, aki nincs beprogramozva, nincs előre meghatározva, nem kalkulálható, izgalmas. Lustaságunk, életünk nagy esélye. Az örök kaland. A hajdani fényes tervény letéteményese. A lusta az, aki épelméjű, és kikeszthetetlen ebben a vacak díszletezésű világban. Ő az, aki fittyet hány, aki elrugaszkodik, aki halára válik, aki terheket ró, aki
dulful, aki vonakodik, aki kötve hisz, aki ellenáll, aki dadog, aki nem, aki boldog, de hát igen, akit nem lehet a saját tehetségével sakban tartani. Ő az, aki szabad. A szorgalmas, a gép, a hideg, a kemény, a gipsz, a kiszámítható, a tér, a törvény. A lusta, az organikus, a meleg, a lágy, a föld, az öntörvényű, a táj, a hit. Most este van. Aztán reggel lesz. Ébredéskor állítólag kezünkkel groteszkül kapálózva azt mondjuk volna félősen, noha emlékezni nem emlékszünk. Nem akarok. Nem akarok dolgozni. Nem akarok dolgozni. Akárhogy is. A hajnali rémületet munkával ütöm el. Még mindig így járok a legjobb. Mondta az Úr Jónásnak. Kelj fel, és menj Ninivébe. Kiállts a város ellen. Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság. Szennyes habjai szent lábamat mossák. Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna, de nem hová menj Béli akarta, mivel rüheli a profétaságot. Félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magány s békesség övezze, sem hogy a fedett népség megkövezze. S kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinni őtett Tarszisz felé. S megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhér. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, s elbocsátta a tenger felett, s kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne, hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszához. A görcshajósok eszüket veszítve minden terhet bedobtak már a vízbe, s míg arcukba csapott a szörnyű sós lég, kiki a maga istenét üvölté. Jónás, mindent kiadva, elcsigázva, betámolygott a fedelközi házba, le a lépcsőkön a hajófenékre, s ott zuhant bódult félálomba végre, gurítván őt az ázott rengő padlat. S így lőn, hogy a kormányos belebotlott a deszkákat vizsgálva, s rája szólott. Mi dolog ez? Hé! Te nagy alható! Ki vagy te? Kelj föl, s kiállts a keserves istenethez, talán ő megkegyelmez. Vagy istened sincs? Szólj! Miféle nemzet szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet? Mely városba a polgárának büdös? Se felevízen át velünk, mi végre jössz? S ő mondta néki. Zsidó vagyok én, s az egek istenétől futok én. Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, s nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hagyjatok itt megbújni a fenékem. Ha süllyedünk, jobb itt fulladni mirékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengek, s keserű medgyen, békében, s hogy az Isten is elfelejtjen.
De a kormányos dühhel csapta vissza. Mit fecsegsz itt erdőről össze-vissza? Hol itt az erdő? És hová tegyünk ki? Innen csak a tengerbe tehetünk ki, és ki is teszünk, mert nem tűröm a hajómon az ilyet, akit mit tudom én mi bűnjön. Már biztos, hogy te hoztál bajba minket, hiszen magad mondod, az Isten átka kerget. Ha Isten üldöz, az ördög sem véd meg. Hé emberek, fogjátok és vigyétek ezt a zsidót. És már 8 marok ragadtán, nehogy hajójuk süllyedjen miatta. Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom. De nehezebb, ki titkos súlyú bűnjön. Jónás azonban jajgatott snyögöt, s meglobbálták a tenger fölött. Vigyázz, hó, rukk, pusztoljon, aki nem kell! Nagyon locsan! S megcsöndesült a tenger, mint egy hasas szörny, ki megkapta étkét, s a hajósok térden csúszva két rét görbekbe sírtak, hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak. És a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány. Az Úr pedig lent készített vala Jónásnak egy hatalmas cet halat, és elküldte, hogy tátott szájjal benyelné halacs vizet vederszám nyelve mellé, minek sodrán fejjel előre hosszant Jónás simás egészben úgy lecsúszott gyomrába, hogy fején egy árva haj nem görgült, s ájultából csak hamar fél évben pislogott ocsúdva, kába szemmel a lágy, vizes, halszagú éjszakába. És így jutott a szörny lét belsejébe, vakringások eleven bölcseibe, és lakozik 3 nap, 3 éjjel a cethasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fullat mélyből pincetűz, ha támad. S könyörge Jónás az ő urának a halból, mondván. Kiáltok te hozzád. Hallj meg, Isten! Mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök. A koporsónak torkából üvöltök. Mert dobtál vala engem a sötétbe, s tengered örvényébe vetettél be, körülvett a vizek veszedelme, fűtekeredett az én fejemre. Bő hullámaid átnyargaltak rajtam, s egyetemet fenekébe hultam a világ alsó részeibe szállván, ki eddig felcsücsültem vala koronáján. Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vet hánykodó vizet, s nyálkású záraiba zárt a cet. S lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt, sűrű szívá kopoltyúját a halnak, mely csupa verdesés s lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt. A roppant haltest líhegbe dobogva szokatlan terhét ide-oda dobta kinnyában, míg Jónás émelyegve s étlen tovább üvöltött a bűzös sötétben, vonítva, mint farkas a veremben nyögött. Bezároltattál, Uram, engem sarak aljába, sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Súvár tekintetem nyilát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, s akárhogy rejtőzöl, látlak, Isten! Rejtezem én is előled hiába. Utána jöttél tenger viharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvait letörted. De mennél csúfa mélybe hull a szolgád, annál világosabb lett előtte orcád. Most már tudom, nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved.
De te sem futhatsz, Isten, én előlem. Habár e halban sós-sós lett belőlem. Ekkor nagyot ficánkodott a cethal. Jónás pedig visszarugott dupla talppal. Új fájdalom vett mindkettőn hatalmat. A hal Jónásnak fájt. Jónás a halnak. S mondta Jónás. Ki táncoltat engem? Ki az, ki nem hát pusztulni csendben? Besúszál engem görgő tengeret savával, s csapkodsz, mintha játszanál a csigával. Mert megfogyatkozott bennem a lélek. De az én uram akará, hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor, s megszabadított a rothadástól. Jössz már, uram, jössz! Záraim kizárod, s csavos szókkal futok zargatni jájad, mert imádságom elhatott-e hozzád, s végigjárta a magasság hosszát. Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem. Mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elkezdi. Így szól a Jónás, és eljött a negyed nap. És akkor az Úr parancsolt a halnak. Ki Jónást a szárazra kivetette, vért, zsírt, epét okádva körülötte. És mondta az Úr Jónásnak, más a vízben. Kelj föl, és menj. Mert én vagyok az Isten. Menj, és a nagy Ninivéig meg se állj. S miként eléd beírtam, prédikálj. S fölkere Jónás, menvén hát Ninivébe, melynek 3 nap volt járó vidéke. 3 nap taposatta a szakát is, kanyargós utcáiból nem talált ki. Megvén hát Jónás, első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma térre, és az árusok közt, kik vad szakállát és logykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyett ön kórusban nevették. S kiáltott, mint az Úr meghatta ekként. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját! Nagy Ninive, térj meg! Vagy kénkövekkel ég föl ez a város, föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott. Kimarult arcán verítéke csorgott. De az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek. Jónás elszelelt, búsan, s riadtan, az áporodott olaj s dínye szabban. Másod estére, másik térre ére, a színészek s mímesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak, s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás, a magas üléssorok csúcsára hágván, olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték a színre bikalép. Mohon, hökkelve nyomult el a nép, s Jónásból az Úr ímigyen dörgött. Retteg Ninive, tarts bűnbánva böjtöt! 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángban vérbe kap. És az asszonyok körébe gyűltek akkor, s kísérték Jónást bolondos csapattal. Hozzá simultak, halbűzét szagolták, mord lelkét merengve szimatolták. És így ért az asszonyoktól közrevéve, harmadnap a királyi ház elébe. Már tudták, s várták, s bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevettek a hatalmasok, nyüsgvén köröttük szép rabszolgasok, messzelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták, játékul. Ott Jónást egy cifraoszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon s jövedője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra s az udvarára, az asszonyokra s a palotára, a színészekre, a mímesekre, az árusokra és a mébesekre, s az egész Ninivére mindenestül,
Leugrott, és az őrökön keresztül kitört a termen át, a szoborerdőn, csarnokon, folyosón, kerten, tavat megúszva, rácsokon lehúszva, vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán, bástyán, fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kő, kövön, nem marad Ninivében. S mén a pusztába, ahol a sáskák a gyérfű szomjas zöldjét mind levásták, hol aki forró homokba lépett, jó sarú nélkül a talpa megégett. Ott megfogadta, hogy 38 napig böjtölve s imádkozva ott lakik, s nem mozdul, még nem messze, kénköves lángoktól lenne az ég veres, s hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyen dördül, a nagyvár tornyai ledőlnek, s úgy elpusztul minden Ninivei, maga, s apja, s anyja, fiai, lányai, húga, öccse, nénye, bátyja, mint Hajdon a Jeroboám családja. S azon túl 38-ból visszamenve, száblálja napokat valarendre, kiáltozva az úrhoz. Halt hatalmas, híres bosszúálló, szavamra hallgass, mert elküldtél engem férgekhez a férget, kik ellenedre spricskád nélkül értek. Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma gyökéren és sáskán. De böjt, s jámborság néked, mint a példa, mert védkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számadat a testvér, s nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Csak hogy a gonosz fittyet hánya jóra, s lám, megcsúfoltak egek alkotója, szolgálat pellengére állították, mert gyönge fegyver, szózat és igazság. Nincs is itt haszna a szép szónak s imának, csak harcnak és hatalomnyilának. Én Jónás kicsak a békét szerettem, harc és pusztulás profétája lettem. Harcolj hát velük, uram, sújtsd le őket, írtsd ki a korcsfajt és gonosz nemzedéket, mert nem lesz itt addig igazság se béke, még gőgös Ninive lángja nem csap az égre. És elmúlt egy hét, kettő, három, négy, öt, és már a 38. nap eljött. Jött a reggel, a dél, Jónás egész nap az ég alját leste. Már a lághatár elmerült az égben, de egy árvahár se végett Ninivében. Mert látta az úr, hogy ott egyik-másik szívben még Jónás szava kicsirázik. Mint jó mag, ha termőföldre hullod, s pislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. S gondolta, van időm. Én várhatok. Előttem szolgáim a századok, fújják szikráimat, míg láng lesz belőle. Bár Jónás ezt már nem látja a dőre. Jónás majd elmegy, s helyette jő más. Így gondolta az úr, csak ezt nem tudta Jónás. S azért felette megharagudik. Mikor ide kijön? Azóta napról napra egyre többen jöttek ki a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? S én számról számra közlém pontosan. És most szégyenben hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánok jó szándékát megzavartad, hiszen tudhattam, kellett volna tudni, ezért vágtam hajón Tarsisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem. Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szemben, város ellenében, napkeletnek árnyék van. Mert egy nagy levelű töknek indái, ott fölfutva egy hőségtől sújtott kiszáradt fára, oly árnyat tartottak
ernyőt eltikkadt fejére, hogy az arról csak leshetett Ninivére, vágylában a nagy fények font a ködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel, hajnaltájra, szerzett a nagy Úristen egy kicsinke férget, mely a töknek tövét megrágta volna, tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, s az egész tök elaszva szomorodna. Oly véknyel fonnyat, ami nagyra felnőtt. Nem tartott az tovább sem árnyat, sem ernyőt. S szerze az Isten meleget, napkeleti szárasztó szeleket, s lő, hogy a naplépsége megsütötte Jónás fejét, megcsapván felette bágyattá szédítette, úgyhogy immár úgy érzi, minden körülötte himbál. Mintha megint a hajón volna, gyomra kavargott, gyötrőn égette szomja, s ezt nyögte. Lelkem, vedd vissza tőlem, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem, hogy éljek. Mondd az Úr Jónásnak. Lásd, valóban méltán búsulsz, s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövér tök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt? S felelvén, kitörvén Jónásból a méreg, méltán haragszom azért, míg csak élek! S mondd akkor az Isten, te szánod a tököt, mely egy éjszaka támad, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott, melyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elhebertél. S én leszálljam Ninivét, mely évszázad folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, s utcái mint képes könyv, ami történetét nyílnak elén. Ne szálljam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek, a város, mely éget mint egy fákja nagy korszakokon át, s nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg bele a sivatagnak annyiba a koncelet, melyben lakott sok százszor ezer ember, rakta fészkét, munkálva, türelemmel. És ő sem tudta, ki választja széllyel, mit rakott a jobb, és mit rakott a bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó tiéd, a fegyver az enyém. De csak prédikál, Jónás. Én cselekszem. Ninive nem él örökké. A tök sem. És Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, jönnek új Jónások, mint a töknek magvaiból új indák cseperednek. 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. És a szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat nyúlt el a homokban. Kiabált a fogam.
tudok most szotyolázni, se befélni szépen. Kiefett a fogam. A nemi folyam durfa pont befér a szívófál a kettő közti lyukba. Kiefett a fogam. Tiszta vámbír lettem. Mindenkinek megmutatom, itt van a zsebemben. Egyszer a mama éppen munkába volt. Én már nem tudom, miért nem csatangolhattam az utcákon. Talán tél felé járt az idő, és nem volt cipő, nem emlékszem. Egyik néném táskájából, ő már jegyben járt, loptam egy cigarettát. És ahelyett, hogy zsákmányommal kivonultam volna a klozetra, a szegény gyerek csupán ott tett azt, amit akar, a konyhában gyújtottam rá. Ez persze lázadás volt. A Jolánnak szabad, nekem meg nem. Pedig engem küldenek mindig a boltba, én hozok fát a kis erdőből, ő meg nem. Ilyen lázadások alkalmával mindig módját leltem annak, hogy mindem a cselekedetemet, amit önként szívesen tettem, és talán tilalom ellenére is megtettem volna, szociális jelentőségével érveljek magam előtt. Hát azért is. Rágyújtottam. De azért óvatosan a konyha egyik a sarkába telepett be. Jolán megszagolta füstöt, kikotolt a tűzhely mögül, és jobbról és balról egy-egy csárdás pofonnal illetett. Én, már nem a pofonok csípős rajgása miatt, mint inkább a jogaimat csorbító, erőszak miatt támadó, hihetetlenül mély erkölcsi fölháborodásomtól zokogva üvölteni, ordítani, toporzékolni kezdtem. Jolán nem is sokáig bírta. Fogta magát, azzal elment. De lehet, hogy éppen dolga volt. Alig húzta ki a lábát, leültem csendesen az egyik zugba, és amilyen tehetetlennek éreztem magam, olyan sötét bosszút forraltam. Szervusz, mondta Etus nővérem, aki közben megjött egyik barátnéval. Szervusz, sziszegtem vissza, azelőtt bementek a szobába, azt hiszem kártyát vetettek. Én pedig elhatároztam, hogy ló követ iszom. A sarokban lapulva, néha még fölfölcsukló zokogással élveztem a gondolatot. Nagyon meghatottan képzeltem el, hogy amikor meghalok, és nem leszek, akkor állandóan engem festenek sírva maguk elé. Majd akkor tudják meg, hogy ki voltam, ha hiába keresnek. A Jolán meg, az a dög, majd maga megy a boltba, ha akar. Vagy az Etus küldik. A Jolánt meg széttépi a mama estére, hogy már megtudja, hogy miért haltam meg. Mert így sírni kezdtem. Határozottan úgy sírtam, mint amikor valakit megindít a mély részvét valaki olyan más valakinek a halálakor, akit nagyon szeret és nagyra becsül az ember. És sajnálni kezdtem a mamát. Szegény. Miért is fogja, amikor vége mindennek? De úgy kell neki. Ő miatta van az egész. Ő az oka. Ő parancsol, ő rendelkezik, az ő lelkén szárad egy ilyen édes, jó, okos, kellemes, bátor, tehetséges kisgyerek halála. Elkomorodva álltam föl. A stelázsihoz mentem, az alatt szokott lenni a lúgkő egy ilyen barna vastag falu bögrében. A bögrében azonban nem volt semmi. Csak a fenekén csillogott egy kis nedvesség. Sötéten, mozdulatlanul álltam. Aztán hirtelen eszembe jutottak a mama szavai. Hozzá 5-ért lúgkölet, 8-ért keményítőt, 4-ért kékítőt. Lúgkő, keményítő, kékítő. Úgy látszik, együtt járnak ezek a dolgok. Egy kevés motozás után rátaláltam egy keményítőre, egy fél tábla volt,
A lúköves bögrébe vizet engedtem, föloldottam benne a keményítőt, és fölhajtottam. Aztán, aki meghal, az összeesik. A bögrét ügyesen a konyhaszékre ejtve, összeestem. Végig nyúltam a konyha kövezetén, és vártam a halált. Sóhajtottam. Nagyon meg voltam ijedve. Nagyokat nyeltem, és habzani kezdett a szám. Ijegységemben is egyedül a hatásra gondolva rájöttem, hogy akkor mutatok igazán megdöbbentő látványt, ha a hab vastagon tódul ki a számon. Így hát minden figyelmemet arra fordítottam, hogy a nyelvemmel minél több habot toljon ki az államra. De egész testem bereszkedtem. Vonaglásszerű mozdulataimra emlékszem. Komolyan azt hittem, hogy most meghalok. Nagy szomorúságot éreztem. És talán meg is bántam volna cselekedetemet, ha nőttől nem nőtt volna elkeseredésem az iránt, hogy senki észre nem veszi haldoklásomat. Forni kezdett bennem a harag, a düh, mégpedig az Epus ellen, aki a szobában szórakozott nyugodtan a barátnőjével. Hangosan fölföljögtem. Kezemmel, lábammal, mint akit a görcs fogott el, kaparni kezdtem a kőpadlatot. Mindez olyan komolyan hatott át, mintha tényleg a görcs rángatna, és valóban a görcs rángatott, csak ez a görcs az én görcsös akaratom volt. Semmi hatás. Úgy feküdtem fejjel a konyha, lábbal a szobaajtó felé hanyatt. Súvárogtam, hogy jöjjön már valaki, és vegyen észre, és mivel tudtam, hogy tényleg beléphet valaki, azért anélkül, hogy fölemelkedtem volna fektemről. Valahogy odavergődtem a szobaajtóhoz olyan közel, hogy a lábammal elértem. Ekkor aztán a haragtól némileg megkönnyebbülve, de még mindig szomorúan folytattam a vonaglást. Az ajtó zörgését végre észrevette az Etus, mert kiszólt. Na! Ez így ment néhány percig, majd végre türelmét veszve kijött, de már bent rákezdte. Attila, meg vagy bolondulva? De amikor meglátta, az alkonyati homályban habzó, sírástól vörös, szomorúságtól fáradt, elkeseredéstől torzult ábrázatomat, elindultan fölkiáltott. Hát én még jobban megijedtem elszörnyedésétől, és sírni kezdtem. Úgy tördeltem ki a szavakat magamból. Istenem, Etuskám, meghalok, megittam a lúgkövet. Eszembe se jutott, hogy a keményítőt hörpítettem föl. Az Etus leszaladt a házmesternéhez, az lehetetett az ágyra, a szobácska csak hamar megtelt sopánkodó öregasszonyokkal. Nagyon féltem, és nagyon büszke voltam. Most sem zavart, hogy az öregasszonyok a végén már nem rólam beszéltek, hanem arról sopánkodtak, hogy milyen drága a krumpli. Az Etus a mamáért is elfutott, aki munkádot hagyva szaladt haza. Mindenkit félrelöpve szaladt az ágyhoz. Szája reszkedett, szeme könnyes volt. Aztán engem, a 9 éves kölyköt, fölvett a karjára, simogatni kezdett, és vitt a konyhába. Aztán csendesen, csak nem súgva kérdezte. Mondd, mutasd. Fiacskám, kisfiacskám, mit ittál? Én majdnem végtelenül boldog voltam, hogy a mama fölvett a karjára. Minden vádat elfeledtem, csak erősen odasimultam hozzá. Aztán ismét fölcsuklott bennem a sírás, mert azt éreztem, hogy akkor lennék tökéletesen boldog, ha a mama úgy vett volna föl a karjára. Úgy simogatna. Úgy beszélne hozzám ilyen csendesen. Ha nem csináltam volna azt, amit csináltam. Aztán rámutattam a keményítőre, és ezt nyögtem. Ezt. A mama megkönnyebbülten sóhajtott föl. Erre én is megszabadultam belső terhemtől.
Bár nem is gondoltam semmire, csak őt éreztem, amikor bevitt a szobába, lefektetett az ágyra, betakart. Ott ült egy kis ideig, beszélt hozzám. Egy-egy szót mondott csak, nem emlékszem, hogy mit, de nagyon szép volt. Aztán kiment a konyhába, az etüst leküldte boltba, hogy herba teát hozzon nekem. Begyújtott, vizetett egy fazékba. Koccanását hallom. A tűzhevér. Én pedig elaludtam. Kajdóba rejtőztem a tenger fenekén. De elfeledtem, hogy melyikbe. Naponta alámerülök, átszűröm ujjaim közt a tengert, hogy magamat megtaláljam. Olykor arra gondolok, talán fölfalhatott valami óriás hal, és keresem mindenütt, hogy egészen lenyelhessem. Vonz. És rémít a tengerfenék millió egyforma kagylója. Én vagyok az egyik közülük. Emberek! De nem tudom, hogy melyik. Hányszor mentem már biztosra mondván. Ez vagyok én. De mikor fölnyitottam a kagylót, üres volt. Reggel van. 24 órája ébren vagyok. Nyugtával nem kísértem a napot, hanem kísértem tovább. 24 óra. Ki lehet következtetni, hogy mikor keltem? 8-kor. Elég későn. Nagyapa már rég megetette az állatokat. Apa már a szövetkezet irodáján ül, ha még él, anya már nem az első sort kapálja be. Nekem is iskolába kéne lennem, de amikor anya ébresztett, rettenetesen fájt a hasam. Előző nap felteltőleg vasárnap volt, és rántott csirke volt ebédre, petrezselymes krumplival és tejfölös uborka salátával. Nagyon finom volt, és a legfinomabb részeket én kaptam. Mindig meséltek a szülők arról az apáról, aki ha rántott csirke van otthon, akkor combokat mindefalt, meg a mellét is, és csak a panírozott csontokat hagyta a gyerekeknek. Na hát, ilyen nálunk soha nem történhet meg, és nem is történt, mert az egyik combot az egyik gyerek kapta, a másikat a másik. Kelni kell, mondta az anya, hogy iskola van. De a gyerek nem akart kelni. Mi a baj? Kérdezte az anya. Fáj a hasa, majd elmúlik. De már órák óta azt hiszem, összeállt a csirke a hasamban. Hogy most ott van egészben. Az anya nézett rá, hogy már megint kitalált valamit, hogy ne kelljen iskolába menni. De tényleg, mondta a gyerek, és felhúzta a pizsamáját, és rámutatott egy dudorra, hogy azt ott meg lehet markolni, mert kinyomta a csirke lába. Nem volt a dudor, de a gyerek csak markolázta, hogy fogja meg az anya, mert kinyomta a csirke lába. Az anya azt akarta mondani, hogy elég a hazudozásból. De ránézett a gyerek arcára, és látta, hogy ez a gyerek most nem hazudik. Tényleg egész csirkét érez a hasában. És nem vonakodott elő azzal, hogy de csak egy részét tetted, mert nem lehet semmiképpen egész, hanem azt mondta, hogy jó, akkor maradj ma itthon. A gyerek még egy órát ébren volt, mert nagyon fájt a hasa, aztán bealudt ebbe a fájásba, és 8-kor kelt fel. Ez nem tegnap volt, de az a nap, és valamely következő napnak a tegnapja volt.
amikor nem lehetett tudni, hogy mit hoz az előttünk álló nap. Hogy érdemes-e azt is leélni. Orrot fújni. Jó. Szabadulsz valamitől, ami nyúlós, csekély, hát mégis nehéz, nincs hova oda kenni. Orrot fújni rossz. Zajként terjed tova, a szomszédos szobák csendjében kavarja fel alvások nádvizét. Kanyarban, a motoron. Jártasság vagy bátorság? Papírvattába higiénia, ha éppen lába nem kell a pedálos tisztasági pedernek. De mandulafagylalba prüsszenteni. Nyálka sötét záport. A keményített tejszín fityulára csak egészen fiatalom. Vagy majd egészen öregem. Öregem. Addig a vasalt zsebkendő legyen zsebünkben figyelmeztető minden kívül belülről jöhető rosszra. Magyar vagyok. Mit érdekel engem a magyarság maga? Mi a magyar? Nem érdekel. Fütyülök rá! Ha valami nem érdekel, az az, hogy mi a magyar. Amik éppen azt sem izgat, mi az olasz, vagy mi a francia. Italo Calvino izgat, és Pascal, Betlen Miklós és Kurták György. Aki senki, az nem magyar, az semmilyen. Csak aki valaki, az lehet, tud lenni magyar. Előtt van az én, és azután a mi. És nem narcizmusból, hanem mert én nélkül nincsen mi. Magyar vagyok, kiabálják. Vállat vonok, ki nem az. Kovács 23 János vagyok, ránézek. Csak nem. Bevallom, már gyanakszom, ha magyar szót hallom, manapság nagy visszaélések történnek a szó körül. Az elmúlt 10 évben szinte használhatatlanra zsolozsmáztuk a magyar szavunkat. Vagy talán úgy volna pontosabb, zsolozsmázták. Mi, magyarok, stemplit csináltunk belőle. S lettek azonnal stempliző bizottságok, exkluzív stempliokkal, akár a forró nyáras, csak ilyen Dunaparton, vadfelhőben a szönyögök, de tudnék durvább is lenni. S azonképp lepetel bennünket a magyarság hőbörgők raja. Tehát soha ennyi karrier és hatalomvágy, ostobaság és bizony-bizony provincializmus nem gyűlt össze egy zászló alá. Varázsszó lett a magyarból. Kisajátítás. Hatalmi harc. Elvettek tőlem egy szót. Ellopták. X meg lehet magyarul ír, de nem magyar író, mondta volt valaki. De egyszer még leleplezlettek is valaki, reszkes csak. Én szerintem meg, aki magyarul ír, az magyar író. Mert magyarul ír és író. Vagy a média dolgát is fölvitte az Isten. Én például csak a vakondok mintájára vagyok hajlandó ragozni. Médiákok! Magyar műsort a médiákokba! Értette a fölirat. Hát én szerintem meg jó műsort kéne követelni, mert amit a tévések csinálnak, az hol ilyen, hol olyan, egy dolog állítható bizton, a műsorok magyarok. Mert szerintem ebben az országban az utolsó szögig minden és mindenki magyar. Nem tud más lenni. A linkség is magyar. A fülletesség is. Minden. A hülye is magyar. Úgynevezett hülye magyar. Az anyagyilkos is az, a gazember is. Mindannyian a maguk módján magyarok. Az is magyar, akinek nem fontos a magyarsága. Hozzátartozik a magyarságunk összképéhez.
sosem értettem érzelmileg, logikailag és személyesen ezt a magyarság-európaiság konfliktust. Előbb magyarnak lenni és aztán európainak jellemezte pártját egy másik valaki. Szegény. Bármi, amit teszek, az egyszerre magyar és európai. Nincsen az az etelközi ősreflexünk, amely ne volna az. Minden nemzet a maga módján fogja föl, kell fölfognia azt a grandiózus képződmény, amely Európa, és amely egyszer s még tartalmazza a róla szóló különféle fölfogásokat is. Európa ház és irány Európa. Azaz, mintha volna valami tőlünk függetlenül jó. Ezek a kifejezések értelmetlenek, illetve politikai irányszólamok, mint ilyennek természetesen értelmesek, csak valami másra utalnak. Például arra, hogy tessék nekünk pénzt adni, hogy tartsuk tisztán a nyilvános vécéket. Kellene 10 gondolat, nyilatkozódik meg, melyet ha komolyan vennénk, attól pezsgésbe jönne a magyar szellemi élet. Hát én az ilyen 10 mondattól a falnak megyek. Már attól is, hogy 10. Miért 10? Miért nem 7 vagy 20? De jó, legyen 10, de 10 mi? 10 gondolat? 10 gondolat, bántek, mert ez is fordítva. Ha pezseg a szellemi élet, és hát pezsegjen, ki akadályozza meg? Akkor amíg kiolvashatóak a gondolatok. Egyébként van ilyen 10 gondolat, éppen 10 úgynevezett parancsolat, melyet ha komolyan vennénk, az pesgésbe hozna minden. De hát az európai hagyományoknak megfelelően csak félig meddig szoktuk komolyan venni. Lehetséges, hogy akik most agybafőbe magyaroznak, szintén valami másról beszélnek? Mert ha minden magyar és Magyarországot leszámítva a turistákat, minden az, akkor miért kéne, és miért lehetne erről külön beszélni? A magyarságunk sokkal mélyebben van bennünk. Elválaszthatatlan tőlük, a létünktől. De azt nem gondolom, hogy volna magyar jó és magyar érték, hanem érték van, és ha itt, akkor az magyar. Amiben nem azt akarom mondani, hogy minden úgy jó, ahogy van, de ami nem jó, az nem azért az, mert nem magyar, hanem mert nem jó. Föl kell emelni a magyar népet az elmúlt 40 év micsodájából, mondják némelyek. Hát én szerintem meg nem kell szegény nemzetet sehová se emelni. Nem kell, mert nem lehet. Részint nincs itt semmiféle csoport, nemzeti élcsapat, amely tudná, illetve tudhatná a teendőket. Részint meg a nemzet vagy magát fogja fölemelni, vagy nem fog fölemelkedni. Nem vagyunk nagy nemzet. Volt róla szó, Európa a magyarok által is az, ami. De ha a kézzelfoghatóságokat nézzük, az elenyészően kevés. Hatásunk titkos, és alig jelentünk valamit ebben a történetben. Az irodalmunk például semmit nem jelent. Arany János egy vonással nem változtatta meg az európai költészet nem magyar részét. Mondhatni, ez az ő bajuk, hogy nem tudják ki Vörös Sándor. De nincs miért ezt harciasan mondanunk. Ebben a kicsiségben én nem látok semmi rosszat. Jót sem. Ide születtem, ennek a következménye a kötöttség és a kötődés. Ám láthatóan ezt nem kevesen nem tudják összeegyeztetni az önmagukról, az országukról és a magyarságukról dédelgetett képükkel. Innét ered az állandó sértődöttség, szellemi ingerültség, izgatottság és végső soron a bűnbakkeresés. Nagyok volnánk mi, de nem hagyják, hol a török, hol a muszka, hol az osztrák, hol a belső ellenség. Nem vagyunk nagyok. Kicsik vagyunk.
nem önlebecsülés, még csak nem is önkritika. Kicsi, fantasztikus és jelentéktelen ország vagyunk. Ezt megérteni és földolgozni létfontosságú érdekünk. És végül szembe kéne nézni az új nincsel. Nincs elnyomás. Nehezen fogjuk föl, hogy ilyenek vagyunk. Hogy a kritika önkritika is. Magunkra maradtunk. Magyarságunkról is mindig vesztésben gondolkodtunk. Elnyomatásban. A paródia a nevetségesség határáig ragaszkodunk a régi képhez, bujdosók volnánk és szegény legények, még akkor is, ha miniszteri szék simul alánk, megtartottuk az ellenség igényünket. Egy szó, mint száz. A legszebb magyar szó az nem a magyar, hanem a fülolaj. Köszönöm szépen mindenkinek!